Szombaton ünnepélyes keretek között ismét megnyitotta kapuit a Bajai Műjég pálya. Az elmúlt évekkel ellentétben azonban nem a Szent Háromság téren, hanem a Petőfi szigeten, az ifjúsági házzal szembeni parkolóban. Téren problémáink az voltak, mivel nem tudunk elegendő áramot felvenni arról a pontról, ahol eddig felvettünk, és ezért tanácsosabb volt leköltözni ide a szigetre, ami mellesleg olyan szempontból kedvező is, hogy a pályát úgy tudtuk elhelyezni, hogy nincs benne kandelláber, és ilyen szempontból kicsit kellemesebb a korcsolyázás, és főleg a jégkorongozás rajta. Az első nap 9 órától szabad korcsolyázás zajlott, majd ezt játékos vetélkedő és a Bajai Lurkók gyermekhoki csapatának bemutatója követte. Jó hír az utánpótlásnak, hogy a látványsportákat támogató új társasági adó törvénynek köszönhetően az idei szezonban heti pár alkalommal egy székesfehérvári utánpótlás edző is segíti majd munkájukat. A csupán korcsolyázni vágyóknak a menetrend nem változott az előző évekhez képest. Szabad korcsolyázás az gyakorlatilag egész hétvégén elérhető. Ez azt jelenti, hogy reggel 9-től 13 óráig, majd 14-től este 8 óráig tudnak korcsolyázni, szombaton és vasárnap. A hétköznapokon pedig a megszokott menetrend van, az iskolások jönnek a délelőtt folyamán, és kora délutántól 15 órától egészen 20 óráig lehet szabad korcsolyázáson részt venni, és ebben az időszakban indítunk korcsolya oktatást, és ilyenkor tartjuk a hoki edzéseinket is majd. További jó hír a pályával kapcsolatban, hogyha még 80 centit apad a sogovica, a hidat nem kell kötelezően használni az átkeléshez.